Az ülésen szavazat többséggel elfogadták az idei szabadkai költségvetés módosítását is, ami a tervezett 8,3 milliárd dinár helyett közel 7,5 milliárdra csökken, ez pedig a tervezetnél 864 millió dinárral kevesebb. Ezt azzal magyarázták, hogy a mostani járvány miatt jelentős eszközöket fordítottak annak megelőzésére, ugyanakkor az állam által jóváhagyott adókedvezmények és halasztások miatt csökkentek az adóból származó juttatások és bevételek. Mindez az idei költségvetés módosításához vezetett, amit racionálisan végeztünk el bizonyos megszorításokkal. Eközben ügyeltünk arra, hogy zavartalan maradjon a szolgáltatásokat nyújtó közvállalatok működése, amelyek a polgárok érdekében tevékenykednek. Igaz, hogy most lelassul a színháznak az építése, nem fog megvalósulni három homlokzatnak a felújítása, nem fog megvalósulni a gerontológiai központnak a rekonstrukciója, de ezek olyan körülmények miatt lesznek halasztva a következő időszakra, amik objektívek, és amelyek nem az önkormányzati vezetők rossz munkájának a következménye. Remélem, hogy a város működőképes marad ezzel a költségvetési módosítással, és valóra válnak a beígért projektek. Sajnálom, hogy nem lesz eszköz a központban lévő épületek homlokzati felújítására, hisz azt látjuk, hogy ezek az épületek csúnyán néznek ki. Két új tanácsnoka van a városi képviselőtestületnek, Bobán Evetovics ügyvéd és Sövény Ferenc vállalkozó, Huszákov Ilonát és Magla Jenőt váltják a Szabadka Polgári Mozgalom a tanácsnoki csoportban, miután Maglai a mozgalom stratégiai irányítását vállalta, és Huszákovval együtt lemondtak mandátumukról. A szabadkai VKT mai ülésén új igazgatóbizottságot neveztek ki a Városi Gyógyszertárak közvállalat élére, ami a bejelentések szerint bevezetője a helyi állami patikák bérbeadásának. Kiszivárgott hírek szerint a több tucat szabadkai és környékbeli patikának csak elenyésző része marad állami, azaz városi tulajdonban.